Hát ez egy ilyen módosult tudatállapot, amikor a testi működések azok gyengülnek, a szellemiek meg felerősödnek. Az elménynek annak van egy tudatos, meg egy tudatalatti része. A tudatos az az egyharmada az elménynek, tudatalatti pedig a kétharmada. És általában a tudatosat kihasználjuk, a tudatalattit nem annyira, viszont hipnózisban felveszik a kapcsolatot a tudatalattival, és így lehet dolgozni. Tehát hipnoterápiát, showhipnózist, stb. Hát alapjában amiben igen, de vannak olyan emberek, akiket vagy elvből, vagy ilyen szakmai dologból nem hipnotizálunk, ilyen például, hogyha valaki nagyon súlyos lelki beteg, skizofrén, vagy diszociatív személyiségzavara van, vagy hasonlók, akkor azoknál ilyen kizárólag a hipnózis, vagy hogy olyan gyógyszert szed, ami így lebutítja. Én bűvészként kezdtem, még 5 éve, aztán még ilyen szivaslabda van, amiknek kézügyességi trükköket csináltam, utána elkezdtem ilyen mentál trükköket csinálni, utána átment ilyen szintiszta mentálba, és akkor láttam a Mentalista című sorozatot, és akkor ott jöttem rá, hogy amúgy a mentál trükköket remekül kiegészíti ez a hipnózis, ezt tudja ilyen teljesen életszerűvé tenni, aztán elmentem egy tanfolyamra és megtanultam. Lehet. Megosztanak a vélemények, tehát sokan azt mondják, hogy a tudatalatti nem vitelez ki olyan szuggesziókat, meg utasításokat, ami az egyének az elveivel összeférhetetlen. Viszont számtalanszor bemutatták, meg mi is kísérleteztünk hasonlókkal, hogy lehet bűncselekményt hát indirekt módon végrehajtani. Használják, igen. Legtöbbször egyébként ilyen reklámokban, sokszor plakátokon, de ez nem is konkrétan a hipnózis, tehát ez nem ilyen alvásszerű állapot, hanem van egy neurolingvisztikus programozás nevű ilyen technika rendszer, és ott úgy kommunikálnak a tudatalattival, hogy ezt nem lehet észrevenni. Tehát ilyen szimbólumok, jól felismerhető érzések, amit mindenki ismer, nyelvi minták, és úgy rögzítenek dolgokat a tudatalattiba, hogy amúgy nem is veszik észre, már csak a hatását érzékeljük. Például, ha az se véletlen, hogy sokszor ismételgetik a reklámokat, plakátokon látjuk, és utána bemegyünk a boltba, akkor tudat alatt pont azt a mosóport fogjuk például levenni, és nem fordul meg a fejünkbe, hogy nézzünk meg egy másikat. Hát én nagyon szeretem, annak ellenére, hogy egyébként szakmailag elég, tehát nem etikus, mert sokszor például ő az, aki bebizonyította azt, hogy bűncselekményeket, gyilkosságokat ki lehet vitelezni hipnózisban. Viszont azt kell mondjam, hogy ennek ellenére én is nagyon élvezem a műsorait, úgyhogy tényleg elég szórakoztató, mert ő bebizonyítja azt, hogy tényleg mit lehet hipnózisban, meg mi az, amit nem lehet, és itt nincs mellébeszéd, hogy jaj, gyilkosság, azt nem lehet kivitelezni, stb. Hát a hipnoterápia, egyébként ez az elsődleges hipnoterápia, nagyon széles a lehetőségek tárháza, tehát mindenféle lelki gond, ilyen depresszió, ilyen szorongásos zavarok, posztraumás, stresszindróma és társaik, illetve nagyon jó a stresszkezelésre, mert ugye, ha senkinek, valakinek nincs lelki baja, attól stressz az még éri. És van önhipnózis például, az nagyon jó ilyen relaxációs technika, és azt használom én is, bárcsak használna mindenki. Igen, több egyesület is van, de én nagyon ajánlom a Bird Academy of Hypnosis-t, mert ott oktatok. És meg lehet tanulni az alapoktól, most hogyha valaki nem akar hipnoterapeutává válni, vagy csak érdeklődik, akkor elmegy egy alaptanfolyamra, és ott megtanulhat olyan dolgokat, amikkel kiegészíti a mindennapjait, és sokkal boldogabbá válhat, meg kiegyensúlyozottabbá. Aztán, hogyha valakinek megtetszik, vagy tényleg nagyon érdekli, akkor az elmegy továbbképző modulra, akár showhipnózis, akár hipnoterápia, és nem csak a saját életét, hanem másfélét is jobban teheti. Az a showhipnózis két válfaja van, az egyik az a színpadi hipnózis, a másik pedig az utcai hipnózis. Hát színpadon az általában úgy néz ki, hogy ugye felhívnak egy csomó embert, de hát ez nem egészen úgy néz ki, mint ahogy videókon például látjuk, mert ott ugye azt látjuk, hogy csak megrántja és szépen hipnózisba megy, de igaziból ott előtte ilyen szuggesztibilitás tesztek el vannak végezve, pontosan ki vannak választva az alanyok, hogy kiket fognak hipnotizálni, és
azt kell mondjam, hogy mindenkit lehet hipnotizálni, viszont a show-nál ugye az a célunk, hogy szórakoztassuk az embereket, és nem véletlen az, hogy kiválasztjuk a legfogékonyabbakat. Mert én tudok, felhívhatok olyat is, akivel egy órát kell küzdeni, de azt a nézőközönség nem élvezni. Úgy az egyszerűbb, hogyha felhívjuk a hipnábilis nézőket, és azok egy mozdulat után már hipnozisba mennek, és elfelejtik a nevüket, vagy valami. Az utcai hipnózis az meg amúgy nagyon érdekes, főleg, hogyha valaki szereti az utcai bűvészkedést, mert ott ugye teljesen idegenek az emberek, általában kisebb csoportokhoz megyünk oda, és tehát az nem egy ilyen laboratórium környezet, hanem ott mindenki ilyen felszabadult, mindenki máshogy reagál, nagy kihívás is, de szerintem nagyon érdekes. A fóbiákat úgy lehet, hogy Freud azt mondta, hogy egy-egy ilyen fóbia az általában egy múltbéli, ilyen rossz emlék, traumatikus emlékre vezethető vissza, és az van kihatással a jelenlegi életre, és ezeket lehet hipnózisba különböző technikákkal feltárni. Most így éberem tudatosan nem tudod, hogy mi az az emlék, csak gondolhat esetleg valamire, hogy amikor például, hogy a pókfóbiád van, akkor 3 éves koromban megcsípett egy pók, vagy 6 éves koromban ráléptem egy pókra, és akkor tiszta vér volt, vagy valami. De a legérdekesebb az, hogy hipnózisba, ezeket éberen mondod, hipnózisba pedig azt mondom neked, hogy most visszamész ahhoz a pillanathoz, amikor kialakult a pókfóbiád, akkor szempillantás alatt feljön ez az emlék, és általában teljesen más, mint amire éberen gondoltál, úgyhogy ez a legérdekesebb. Aztán egy komoly hipnoterápiás munka van, ami segít átdolgozni ezt az emléket, és utána megszűnik ez az egész. Az használ, tehát az egy nagyon-nagyon ősi technika, egy fixációs technika, egyébként az alaptanfolyamokon ez az első dolog, amit megtanulnak az emberek, tehát ez ősidőkre visszavezethető, mert már olyan feljegyzések voltak, hogy a papok úgy gyógyítottak, hogy ilyen kristályokat tartottak az aranyok szem elé, és egyébként ez ugyanaz a technika, amelyiket amikor az órát himbálják, és ez arra vezethető vissza, hogy ugye itt mozgatja, akkor az alany az arra az órára fókuszál, egy dologra fókuszál, a tudata az arra figyel. És addig lehet adni neki szuggesziókat, hogy mondjuk amikor a homlokodat megérintem, vagy amikor 3-1-ig számolok, akkor automatikusan hipnotikus állapotba merülsz, mivel a tudatos fókusz az magán az órán van. És így már valamennyire hozhatunk körülni a tudat alattihoz, de ehhez kell a mélyítés, hogy teljesen feltáruljon. Köszönjük szépen!